Elég. Razzia. Súlyos szabálytalanságok a Pilvaxban. Csak egy kávé, 300 krajcár. Tüntetések. Kossuth és Batthyány a földre feküdt a budai várban. Feljelentik a várőrséget. Lopás. Színes fémtolvajoknál találták meg Gábor Áron rézágyúját. A kutatás még tart, mert egyelőre nem találják Vasvári Pált. Botrány. Magyar huszárok részegen kardélre hánytak. Önök a forradalmi híradót látják. A stúdióban Jelasics Kata és Szellő Ispán. Jó estét kívánunk! Gyülekezik a tömeg a Nemzeti Múzeum előtt. A helyszínen van tudósítónk Segesvári Mihály. Szervusz, Misi, mit látsz? Szervusztok, semmit! Semmit? Igen, mert egy nagy darab nő mindent kitakar itt előttem. Igen, hát egyelőre ő az egyetlen tüntető, de ő betölti az egész múzeum körutat. Körülöttem. Misi, várható-e nagyobb tömeg? Hát ennél nagyobb biztos, nem? De a szervezők több ezer emberre számítanak, ha ideférnek a hölgytől. Már áll a színpad, ahol este fellép a Landerer Print Band is. Misi, milyen az idő a múzeum előtt? Már esik eső. Mennyire? Karikára. Kossuth Lajos kalapjára. Jó, köszönjük, elég. A mai tüntetések miatt több forgalmi rendváltozás is lesz a fővárosban, jelentette be egy sajtótájékoztatón Rottenbiller Lipót alpolgármester. A vasutak helyett 18 óráig citrompótló lovak járnak, míg a múzeum körutat, az Andrássy utat és Táncsics Mihály teljes szélességében lezárják. A hármas metró egész nap nem jár, de 170 év múlva se fog. Tarlós Ispán szerint a tüntetők élükön Kossuthtal és Petőfivel akadályozzák az Omnibusz 3-as vonalának felújítását. Hát üzenem a Lajosnak meg a Petrovics nevű rimfaragónak, hogy lehet, hogy ők pilvaxoznak, lehet, hogy nagy a harci kedv, nagy az elán, de ahogy látom, a Batthyányinál megállt a hév.